Folytatjuk a DVSC Scheffler új játékosait bemutató sorozatunkat. Ezúttal egy különleges kézilabdázó a vendégem, és ezt nem én mondom, hanem a szakértők elsősorban. Egy jobbkezes, jobbátlövőről van szó, aki ahhoz képest, hogy nem túl magas, a 169 cm-ével szépen elboldogul. Ezt bizonyítja a tavalyi szezonban lőtt 105 gólja is. Hámori Konszuél a vendégem, szervusz, köszöntelek nálunk. Szia! Na, hogy érzed magad Debrecenben? Kezdjük ezzel, ugye te Váccól érkeztél ide a Lokihoz, beilleszkedés, költözés, hol tartasz ebben a folyamatban? Ugye 11 évet töltöttem Váccon, ami után már szerintem nyugodt szívvel mondhatom, hogy a második otthonom volt. Ezért nagyon nehéz volt meghozni ezt a döntést, de úgy gondolom, hogy jó döntés volt a saját fejlődésem érdekében. Nagyon élvezem itt az edzéseket, tetszik a város is, bár még nem szoktam annyira hozzá a nagyvárosi élethez, de remélem ezzel sem lesz gond. Úgy érzem, a csapatba szépen lassan sikerült beilleszkednem, még lehet nem is mondhatjuk azt, hogy lassan, mert ugye még nem tart olyan régóta az alapozás. Szóval remélem, hogy így haladok tovább, és akkor semmi probléma nem lesz. A csapaton belül látod már a helyed, illetve hogy mennyit fogsz tudni, hol fogsz tudni segíteni igazából majd a Lokinak? Igen, úgy gondolom, hogy a játékstílusomból adódóan mindenképpen a védekezésben, illetve támadásban a gólpasszok kiosztásában fogok tudni segíteni. Aztán az összes többi az számomra már csak egy plusz, hogyha az is a többi része a kézilabda elemének jól sikerül. Pont a Kácsor Grétával beszéltük a múlt héten, hogy a góllövés az vajon mennyire lehet célkitűzés. Ő sem tudta, de te is mondtad az adás előtt, ezt elárulhatjuk a nézőknek, nem tudtad, hány gólt lőttél az elmúlt szezonban, 105-öt. Ezek szerint akkor nem ez az elsődleges motiváció, hogy mondjuk itt 115-öt lőj adott esetben. Nem, egyáltalán nem. Én sokkal inkább szeretem a védekezésre fektetni a hangsúlyt, mert úgy gondolom, hogy ez a legfontosabb eleme a kézilabdának. Illetve számomra nem az a fontos, hogy én gólt lőjek, sokkal inkább szeretem azt, hogyha a társaim az én jó passzomból tudnak érvényesülni. És akkor tényleg elboldogulsz ezzel a 169 centivel? Ugye ezt kiemelték, egy cikkből vettem ki ezt a mondatot, hogy átlövőhez képest ez nem olyan nagyon magas, de hát ez nem okoz neked problémát ezek szerint. Szerintem nem, az elmúlt éveim az NB1-ben azt gondolom bizonyítják ezt. Mennyivel lesz másabb a Debrecenben kézilabdázni? Gondolom azért szakmailag mondhatjuk, hogy ez egy előrelépés, ugye a Váchoz képest mindenképpen, még ha az edző ismerős is nyilván, a Szilágyi Zoli, de azért itt egy magasabb szint van, egy erősebb csapat, talán kevesebb szerep is juthat adott esetben neked, ez erre is fel kell készülni valahogy? Nem gondolnám feltétlenül. Szerintem, hogyha az a játék lehetőség, amit kapok, és azzal tudok élni, akkor maradéktalanul elégedett lehetek. Illetve igen, az volt a célom, hogy előrelépjek, és önmagamon is észrevegyem a változásokat pozitív irányban. És mennyire erős az a Lokit, ahogy érzed így a felkészülés ezen időszakában, mire lehettek képesek? Szerintem nagyon sokra, és remélem, hogy nem fogunk csalódást okozni ebben az évben. Mint a nemzetközi porondon, mint pedig a bajnokságban remélem, hogy legalább olyan jól fogunk teljesíteni, mint a Loki a tavalyi évben. Az Európa Liga külön motiváció, hogy ott is lehet idén szerepelni? Igen. Eddig is szerepeltünk a Váccal, de sajnos ott ugye a csoportkörben mindig elvéreztünk, és remélem, hogy ebben az évben a csoportkörből is tovább léphetünk, és onnantól kezdve pedig szerintem bármi megtörténhet. Ha már itt szóba került, hogy váltottál, ugye mégiscsak egy profi játékos életmódja, ezzel is járhat, hogy adott esetben költöznie kell. Az életedet gondolom a kézilabda határozza meg. Mennyire nehéz ez alkalmazkodni, vagy mondjuk mennyire szeretette ezt az életformát, hogy profi kézilabdázó vagy? Én nagyon szeretem, hiszen napi két edzésünk van, azon kell 100%-ot nyújtani, illetve az edzések között is arra koncentrál az ember, hogy mi az, amit jobban csinálhatna még, mi az, amire több hangsúlyt kell fektetnie, miben kell fejlődnie, de nyilván az edzések között a pihenésé a főszerep, ami nagyon jó módot kínál arra, hogy átgondolja az ember ezeket a dolgokat.
Mennyire figyelsz oda mondjuk profiként az étkezésre, alvásra, pihenésre, mennyire osztod be az idődet napról napra? Ez gondolom hozzátartozója ugyanúgy az életednek. Hát az alvást és a pihenést nem kell beosztanom, mert a szervezetem parancsol, hogy na most már aludni kéne, ez általában olyan este 10 körül el is érkezik. Hát az étkezés pedig úgy gondolom, hogy az arra mindenkinek oda kell figyelni, és én is igyekszem odafigyelni. Persze vannak csalónapok, de egyébként igen. De nem érdemes csalni hosszú távon, gondolom. Hát hosszú távon nem, de egy-egy nap belefér. Lehet. Mennyire vagy te az előre tervezős fajta? Tehát ugye mondjuk profi kézilabdázóként foglalkozol-e már azzal, hogy mit csinálsz majd a kézi után? Hogy lehet mondjuk tervezni? Mennyire lehet félretenni adott esetben, ugye nem akarok a zsebedben turkálni arra, hogy ha vége a pályafutásodnak, akkor is meg tudj élni majd, vagy adott esetben elindítani egy vállalkozást. Tervezed ezt így? Hát tudatosan tervezel ilyen szempontból? Igen, nagyon sokat gondolkodom ezen, csak az a probléma, hogy még nem annyira látom, hogy mit is szeretnék a kézilabda után csinálni, de például most jelentkeztem az egyetemre, gyógytornász szakra, úgyhogy remélem, hogy el is tudom végezni, majd nem lesz egyszerű az edzések mellett. Meg a gyógytornászunkkal beszéltem, és azt mondta, hogy nem egyszerű amúgy sem az iskola ezen szaka, nem hogy még hogyha profi sportoló az ember. Illetve igen, igyekszem minél többet félretenni. Nyilván, hogyha nem leszek már profi sportoló, valószínű nem tudom ugyanezt a fizetést elérni, vagyis hát nem lesz egyszerű, de majd rajta leszek. Meg most vettem itt lakást is Debrecenben, ezt is befektetés céljából, úgyhogy igen, sokat gondolkodom, és próbálok tenni is érte, hogy minél inkább megtarthassam az életszínvonalamat a kézilabda után is. Akkor erre rájúváztam, mert tudatosan tervezel ezek Igen. szerint ilyen szempontból. Oké, ismerünk téged már azért, több fórumon szerepeltél ezzel, hogy nagyon szereted az állatokat. Most már ezt a témát nagyon nem is feszegetem. Mi az, ami még szabadidődben esetleg kikapcsol ezen kívül, hogy mondjuk a két kutyával sétálgatsz? Igen, nagyon sok időt töltök velük, de... Egyébként nagyon szeretek főzni, sütni, inkább sütni, de főzni muszáj, úgyhogy azzal több időt töltök, illetve nagyon szeretek sorozatozni, mert úgy gondolom, hogy nagyon jól kikapcsol agyilag, és ezért még nagyjából ezzel szoktam tölteni az időmet. És akkor a Grétire is te főzöm, mert ugye az nyílt titok, hogy itt is Debrecenben is közös lakásotok van, ahogy Vácon volt. Te vagy akkor a házi asszony ilyen szempontból? Igen. Egyértelműen igen. Abszolút elmondhatom. Igen. Ő mindig megmondja, hogy mit szeretne, vagyis hát nem mindig, de amikor nem mondja meg, az szörnyen tud bosszantani, és akkor amit szeretne, azt csinálom. És a sütés az milyen szinten megy? Már azért, hogy tudom, teszteltétek is, hiszen a szülinapodra meg is lepted a lányokat egy kis édességgel. Igen, szeretek örömet okozni vele, de nem szoktam nagyon belebonyolódni, inkább az egyszerűbb sütiket szerettem még. De a visszajelzés? Azok jók. Akkor mégis csak érdemes ezzel próbálkozni a jövőben is. Igen. Ezek szerint van-e személyes célkitűzésed itt Debrecenben? Mit szeretnél elérni mondjuk akár a szezon végére, akár mondjuk hosszú távon, amíg itt vagy? Hát mindenképpen a személyes fejlődés, ahogy már mondtam is, illetve az, hogy a csapat minél előrébb végezzen, megtartsuk ezt a harmadik helyet ebben a szezonban is, illetve nagyon örülnék, hogyha az Európa Ligában bejutnánk a Final Four-ban. És igen. Akkor onnantól kezdve meg aztán egy érem is, akár. Így van. Ahogy alakul. Igen. Na így legyen. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én is köszönöm szépen. Kedves nézők, eddig tartott ma az Esti Közelkép. Köszönjük a figyelmüket, viszontlátásra!